Okleveles egészségügyi tanárképzés indult el szeptembertől a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az új képzési terület célja, hogy az egészségügyi szakterületen folyó oktatásban, középiskolákban és a szakképzésben is szakma oktatókat képezzenek mesterfokon. Új és az egészségügyi képzésben mutatkozó igényeknek felel meg a 2016. szeptemberétől induló egészségügyi tanárképzés a Debreceni Egyetem Nyíregyházi karán. Az orvos és egészségtudományi alap vagy mesterszakot végzett hallgatók számára hirdette meg az egyetem az új képzést. 100 első éves kezdte meg tanulmányait a szakon. Az első évesek idén 3, illetve 4 fél éven át levelező tagozaton tanulnak, de jövőre már nappalin is lehet ezt a szakot választani. A felvettek többsége már gyakorló pedagógus mentőszolgálatnál vagy kórházban dolgozó szakember. A mesterszakon pedagógiai, pszichológiai ismereteket tanulnak, köznevelésben és felnőtt oktatásban az egészségfejlesztés szakmódszertanát, az egészségügyi oktatás gyakorlatát. Tanulmányaikat okleveles egészségügyi tanár szakképesítéssel zárják. Az idei felsőoktatási tanévben egyébként 35%-kal emelkedett a felvett hallgatói létszám a karon. 440 hallgató jutott be a felsőoktatási intézménybe, ahol továbbra is a legnépszerűbb a mentőtiszt és az ápoló képzés. Köszöntöm a stúdióban Rusinné dr. Fedor Rita főiskolai docenst, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának Szociális és Társadalomtudományi Intézet igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is! Honnan jött az ötlet, és egyáltalán mire alapozva, milyen indítatásból indul ez az új képzés az egészségügyi karon? Ez az egészségügyi tanár mesterképzési szak indításának az ötlete igazából onnan jött, hogy a munkaerőpiac igényeire próbáltunk megválaszt adni, ugyanis elsősorban az egészségügyi szakképzést folytató szakközépiskolák, szakiskolák kerestek meg minket azzal, hogy nagyon nagy szükség lenne egy egészségügyi tanármesterképzési szakra, ugyanis kollégáik egy jelentős része, akik ugye a szakterületet oktatják, nagyon profi szakmai ismeretekkel rendelkeznek, szakterületi diplomával, viszont a pedagógus végzettségük nincsen meg hozzá. És hát nem beszélve arról, hogy a köznevelési törvénynek is van egy olyan passzusa, hogy azok az oktató kollégák, akik szakiskolákban és szakközépiskolákban szakmai tantárgyakat oktatnak, viszont pedagógus végzettséggel nem rendelkeznek, nekik előbb-utóbb meg kell szerezniük a pedagógus végzettséget is ahhoz, hogy a későbbiekben pedagógus munkakörben tudjanak tovább dolgozni. Mondhatjuk, hogy ennek az előkészítő munkálatai úttörő munkának számítanak, hiszen elsőként indult ez a képzés az országban. Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2016-17-es tanévben egyedül nálunk a Debreceni Egyetemen, és ezen belül is az egészségügyi karon indult el ez a képzés. Azt fontos hozzátenni, hogy a Debreceni Egyetem tanárképzési központjával közösen dolgoztuk ki a szakindítási anyagot, és lett ennek az az eredménye, hogy jelenleg 100 elsőéves hallgatót tudhatunk a hallgatóink körében, akiknek az elmúlt pénteken meg is kezdődött az első konzultációs hetük. Ez tehát egy mesterképzés. Igen. Jellemzően milyen diplomával érkeznek erre a képzésre, vagy érkeztek az első évfolyamban? A beérkezőknek két csoportját tudnám elkülöníteni. Az egyik csoporthoz azok a hallgatók tartoznak, akik az orvos és egészségtudományi képzési területen szereztek alapdiplomát, tehát az alapképzésben szereztek diplomát. Ilyen alapképzések például az ápolás és betegellátás alapszak, ennek különböző szakirányai, mint például az ápolószak, a mentőtiszt szak, a szülésznő szak vagy a védőnő szak. Tehát ők alkotják az egyik csoportot, illetve hozzájuk sorolnám még azokat, akik a régi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai diplomával rendelkeznek, példaként tudnám említeni mondjuk a diplomás ápolókat. Tehát ők alkotják a jelentkezőink egyik bázisát, a másik bázist pedig azok, akik mesterképzésben végeztek, ilyen például az ápoló MSC szak, vagy szakirány lehetősége.
Még ha a bemenetről lehet néhány gondolatot mondanom, akkor ha a munkaterületet nézzük, akkor azoknak is ajánljuk ezt a képzést, akik már az egészségügyi szakképző iskolákban tanítanak, de ugye ez a bizonyos pedagógus végzettségük nincs meg, és hát ajánljuk azoknak, és hát a gyakorlat azt mutatja, hogy jönnek is hozzánk azok, akik eleve már az egészségügy területén dolgoznak, mentőautókban, mentőtisztekként, ápolóként, a kórházi ágyak mellett, nekik pedig azért válhat hasznukra ez a képzés, mert hiszen hozzájuk is érkeznek szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézményből hallgatók, ugyanúgy a lendő védőnők, ápolók, mentőtisztek, és ők pedig azt tanulhatják meg ebben a képzésben, hogy hogyan kell tanítani azt, amit ők nagyon profi módon csinálnak, tehát hogyan adják át az ő szakmai ismereteik ezeknek a fiatal leendő kollégáknak. Nagyon friss még ez a képzés, és mondhatjuk, hogy már is sikerként lehet elkönyvelni ennek a beindulását. Mégis tervezik-e, hogy másik oldalról is bemenetet biztosítsanak erre a szakra, és arra gondolok, hogy mondjuk egy biológia szakos tanár, vagy valamilyen hasonló végzettségű, de tanári diplomával már rendelkező, alap- vagy mester diplomával rendelkező valaki jelentkezzen egészségügyi tanárszakra. Hát egyelőre erre még nincsen lehetőség, végig gondoljuk ezt a kérdéskört is, de itt elsősorban ugye ez egy szakmai tanárszak. Tehát a tanárszakon belül is a szakmai tanárképzést jelenti. A szakmai tanárképzés pedig elsősorban arról szól, hogy az eredetileg szakmai diplomával rendelkezőknek kínálunk egy plusz pedagógus képzést, ami ráépül erre a szakmai területre. Végig gondoljuk ezt a lehetőséget is. Ezzel a diplomával milyen lehetőségek nyílnak a végzettek számára? Mert azt gondolom, hogy nem csak az iskolákban lehet használni ezt a diplomát. Tehát alapvetően a képzésnek az a célja, hogy tanárokat képezzünk a köznevelés számára, a felnőtt képzés számára, az iskola rendszeren belül, illetve az iskola rendszeren kívüli szakképzés számára. Ez az elsődleges cél igazából. Milyen feladatuk lehet mondjuk az egészségfejlesztésben, vagy a megelőzésben? Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly terület az, amit az egészségügyi mestertanár képzésben résztvevő hallgatók felölelhetnek, ugyanis a képzés úgy épül fel, hogyha szabad erről néhány gondolatot mondani, három nagy blokkot lehet elkülöníteni. Van az úgynevezett szakterületi modul, van az úgynevezett pedagógiai-pszichológiai modul, és az úgynevezett összefüggő egyéni szakmai gyakorlatoknak a területe. A szakterületi modul az, mivel hogy 3 és 4 fél éves képzést is indítottunk a hallgatók számára, az a 4 fél éves képzésben körülbelül ugyanolyan súllyal esik latba, mint a pedagógia-pszichológia modul, illetve a pedagógia-pszichológia modul az egy kicsikét erőteljesebb ezekben a képzésekben. Ugyanis a lényeg az, hogy a tanári kompetenciák elsajátításához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismereteket és képességeket elsajátítsák ezek a hallgatók, illetve nagyon nagy hangsúly van a szakmódszertan tanításán is, ennek elméletén és gyakorlatán. A gyakorlati rész, ugye az úgy néz ki, 2 gyakorlattípusról lehet beszélni, van az úgynevezett B-típusú gyakorlat, ami óraszámát tekintve egy alacsonyabb óraszámú, mint az úgynevezett összefüggő egyéni szakmai gyakorlat. Az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat 60 órától áll fel, mind a 3, mind a 4 fél éves képzésben, 25 órát hospitálnak a hallgatók, 25 órát önállóan megtartanak, és 10 óra az úgynevezett iskolai órán kívüli tevékenység. Na most ebben az iskolai órán kívüli tevékenységben igen nagy lehetőségük lesz a hallgatóinknak arra, hogy különböző egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat hirdessenek meg a diákok számára, szakkörök formájában például, vagy drogprevenciós előadásokat tartsanak, vagy akár valamilyen első segélynyújtáshoz kötődő szakkört tanítsanak, vagy tartsanak a diákok számára. Mondjuk én azt is el tudom képzelni, hogy védőnőként azért ugyanilyen feladatokat el tudnak látni. Mindenféleképpen, igen, igen. Vagy akár valamilyen felvilágosító kis osztályfőnök óra keretében néhány gondolatban ilyen felvilágosító órákat tartanak. Milyen továbblépési lehetőségeik vannak, ha elvégzik ezt a szakot, mondjuk tudományos szinten?
Igen. Azok a hallgatók, akiknek van ambíciója, motivációja arra, hogy még ezentúl is tovább képezze magát, azoknak ajánljuk a Debreceni Egyetem különböző doktori programjai, doktori iskoláit. Ugyanis én azt gondolom, hogy egy tudományos fokozatnak a megszerzése az egy szakmai pályafutásnak egy nagyon szép állomása lehet. Ugye a Debreceni Egyetem számos doktori programot kínál a hallgatók számára, de itt ki kell emelnem azt, hogy az egészségügyi karnak van egy doktori alprogramja, ez az úgynevezett inkluzív nevelés az inkluzív társadalomban, amely a humántudományok doktori iskolájához, ezen belül is a nevelés és művelés tudományi doktori programhoz tartozik, és ebben az úgynevezett inkluzív nevelés az inkluzív társadalomban című doktori alprogramban a kollégáim közül, hát ha jól emlékszem, 9 témavezetőként is feladatot vállaltunk, úgyhogy a hozzánk jelentkező hallgatóknak a témavezetését nagyon szívesen vállaljuk, hogyha érdekli őket. Minden esetre én azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha minél több egészségügyi tanár képződne, és nem csak Nyíregyházan, hanem szerte az országban. Azt hallottam, hogy az érdeklődés azért már megvan más egyetemek részéről is. Igen, igen, egyértelmű, hogy azért egy ilyen sikerszak tekintetében, tehát amikor azt látják a felsőoktatási szakemberek, hogy ennek óriási a hordaereje, és nagyon nagy az érdeklődés, akkor természetesen más képzőintézmények is gondolkodnak abban, hogy egy ilyen hasonló szakot elindítsanak. Ha pedig megfelelő létszámban képződnének évről évre ilyen végzettségű friss diplomások, akkor talán abban is érdemes lehet elgondolkodni, hogy akár általános iskolában bevezetni egészségügyi ismeretek tantárgyat. Ez fontos lenne, igen. Mind a megelőzés, mind az egészségtudatosság szempontjából. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én is nagyon szépen köszönöm.